Nagymányok új polgármestere 2018 óta dolgozik az önkormányzatnál, valamint tőzsgyökeres Mányoki révén is szoros kapcsolatban van a lakókkal már évek óta. Az ambiciózus, lelkes vezető tele van tervekkel, hogy hogyan lehetne minél jobban fejleszteni a települést, illetve összekovácsolni a közösséget. Hivatalba lépése alkalmából mesélt nekünk életéről, céljairól. Itt születtem, itt jártam óvodába, iskolába, itt is tervezem az életem további részét. 4 éve vagyok házas, 2 kisfiúnak vagyok az édesapja, az egyik 2,5 éves, másik meg 8 hónapos. Főiskolai tanulmányomat Kecskeméten végeztem, mérnök informatikus a végzettségem. 2018 óta dolgozok a Nagymányoki Önkormányzatnál, műszaki ügyintézői munkakörbe dolgoztam eddig, és most június 18-ától vagyok polgármesteri székben. Szívügyem a városüzemeltetés, a városnak a kinézete, és ezért önként vállalt feladatként így a műszaki ügyintézői munkakörön felül a városüzemeltetési brigádnak a koordinálását is a kezembe vettem. Kis létszámmal vagyunk, de igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy minél szebb legyen a településünk. A lakókkal való kapcsolattartás is nem azt mondom, hogy az én feladatom volt, de szinte minden lakossági kérés, panasz, ha nem is közvetlenül hozzám futott be, de nekem is részem volt a kezelésükben. Ugye sok esetben a városüzemeltetési csoport oldotta meg a problémájukat, és mivel én koordináltam őket, ezáltal tudtam a problémákról. Úgyhogy elmondhatom azt is, hogy a lakossággal gyakorlatilag én tartom a kapcsolatot, amit szintén szeretek. Tehát szeretem azt látni, hogyha egy lakó elégedett. Ugyan az önkormányzat anyagi lehetőségei behatároltak, célja, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadhassanak a felújításokhoz, fejlesztésekhez. Az önkormányzatnak az anyagi lehetőségei szűkösek, tehát pályázatokból próbálunk minden felújítást vagy építést finanszírozni. Ugye a pályázatok nagy részének önereje is van, ez épp elég feladat nekünk ezt a szükséges önerejét megteremteni, de ezzel eddig nem volt probléma, és bízom benne, hogy a jövőben se lesz ezzel probléma. Van nekünk 2 ipari parkunk, egy északi meg egy déli ipari park, több 100 főt foglalkoztatnak, innen is van némi bevételünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil. 2 nagyon fontos beruházási projekt megvalósítása is helyet kap a tervek között. A brikettüzem, illetve a kőbánya ügye kiemelt figyelmet kap majd a jövőben. Szükség lenne nagyobb beruházásra és fejlesztésre. Volt nekünk egy brikettüzemünk, ami már nem üzemel, és ennek a területnek a rekultivációjára nagyon nagy szükség lenne. Viszont ez több milliárdos támogatást igényelne. Ha ezt nem is megoldani, de a megoldásának a folyamatát elindítani azt nagyon szeretném, mert tudom, hogy ez egy nagyon hosszú távú dolog lesz. Illetve van nekünk még egy kőbányánk, ami jelenleg nem üzemel, nem termel. Terveim közt szerepel ennek a kőbányának is a termelésre fordítása, vagy a hasznosítása. De a város közösségi életében is aktívan részt vesz. Rengeteg tervük van a közművelődési központtal közösen arra, hogyan rendezzenek minél több, minél szélesebb réteget megszólító programokat, beleértve a nemzetiségi rendezvényeket. Az elmúlt Pityóka Fesztivál, ez a Székelykő rendezvénye volt, akkor a Glükauf Egyesület, ő meg rétes fesztivált szokott rendezni minden év szeptemberében. Ez is egy nagyon jól sikerült fesztivál szokott lenni. Én úgy gondolom, hogy most is egy összetartó közösség a Nagymányoki közösség, de én arra törekszek, hogy ez minél szorosabb és minél összetartóbb legyen.